Jöjj! Szólt a herceg, megragadva, hévvel szorítva meg kezem. Szent birtokát, hogy megmutatta? Éj! Szólt a herceg, itt velem. Európai nyűgös vendége, úgy, ahogy jöttem, távozék. A nyugtalanság nagy szeszélye, lelkem legmélyén rejtve ég. Azt elmondtam az első éjjel, hogy a kastély mellett nagy halomba könyvek vannak, és én felemelek egyet közülük, és verseket olvasok belőle, amit nagyon tetszenek. A kastély, mely ma alkotóház, Zsennyén található. A területen egykor három család, a Bezerédiek, a Békásiak és a Zsennyeiek osztoztak. Utóbbi família sarja Weiner Zsennyei Tibor, aki egyik látogatása alkalmával bukkant a fiatalon elhunyt és azóta elfeledett Békási Ferenc kicsiny emléktáblájára. Ekkor tudta meg, hogy a kastély kertjében költő alussza örök álmát. Egy középnemesi családból származik, kimegy Angliába már középiskolába tanulni, 1910-ben kezd el verselni, tehát nagyon fiatalon, 15-16 évesen, és utána a Cambridge-i egyetemre kerül, a King's College-ba jár, történelemtudomány szakra, beválasztják az apostolok társaságába, amiben Ludwig Wittgenstein, John Maynard Keynes, Virginia Woolf a tagok többek között, és még sokat lehetne mondani, hogy angolosok ismerik őket. És az első világháború kitörésére hazatér. Az is nagyon érdekes történet, hogy hogyan tér haza, de majd az egy másik sztori. Bevonul huszárönkéntesnek, kiképzik pápám és Budapesten, és utána kimegy a keleti frontra, és az első éjszaka 1915. június 25-én Dobronucnál meghal. Gehenna hát mennyországunk, ha ihlet szárnyal karikázva szállunk, denevér szárnya szárnyunk. Nem vagyunk gyengék, betegek, nem bús szívünk, nem roskat vállunk, nincs köztünk, ki hiába kesereg. Köröttünk tűz, erő, tudás. Miénk, nekünk szól, csak nekünk. Éltünk egy áldomás. Az Edith Társaság, az Apostolok Társasága, amelyben ő egyetemista korában tartozott, és amelyből jött egy Nobel-díjas közgazdász, a Keynes, aki neki személyes jó barátja volt, és Virginia Woolf, aki összeszedte 1926-ban az angol nyelvű verseit és eszéit. Azok mind a ketten mai napig álló csillagok az angol irodalmat, az angol kultúra egén. Nálunk viszont valamilyen módon kiesett az emlékezetből, annak ellenére, hogy Babits nyomán jó páran, amikor az édesanyja kegyeletes munkában megjelentek a versei, megemlékeztek róla nyugatnagyjai, Kosztolányi, Tóth Árpádi, Söprin Aladár és így tovább, és aztán mégis. És ez tulajdonképpen jelzi azt is, hogy a nyugat korszaka, vagy általában a magyar század elő, ha nem azonosítunk mindenkit a nyugattal, hallatlanul gazdag volt. Tehát eljutottunk a gazdagságnak egy olyan fokára irodalmilag, hogy akár azt a luxust is megengedhette magának a magyar szellemi emlékezet, hogy nagy embereket, valóban jelentős szellemeket elfelejtsen vagy altasson. Minden szerző felett el kell tennie a purgatóriumi időnek, mondja valahol Márai Sándor, és ez a Zsennyei huszár felett majdnem 100 év után végre letelt. Írja Weiner Zsennyei Tibor Békási első teljes életrajzában, a frissen megjelent kötet utószavaként. A Békási Ferenc egybegyűjtött írásai felébresztheti a költőt évszázados álmából. Úgy érintett meg ez a történet, hogy rájöttem, hogy nem csak az az irodalom, amit mindenki azt mondja, hogy ez az irodalom, és végképp nem valami rendkívül unalmas dolog, valami olyasmi, amitől az embernek herótja van, meg vastag könyvek, meg pláne versek. Ugyan kiolvasva már verset hangzik a közhely. Hát én azt mondom, hogy ha most végre ez a könyv nagy nehezen, és nagyon-nagyon sok ember, nagyon jó emberek munkája és segítsége révén könyvesboltokba jut, akkor biztos vagyok benne, hogy olvasni fognak verseket. És azért, mert egészen más terei nyílnak fel az életnek, hogyha valaki ezekkel a versekkel szembesül.
keleti hajnalok káprázó tüzében jártam a hegyoldal mágnes hevében, hol a kősziklákon víg zuhatak patak szivárvány szint játszik a napsugár alatt, s mely csendes nappal a víz, a tiszta tó, hajnalban, mintha ködből volna, fátyolos haranga szírt ott, és a szél harangozó, álmos hullámvize partot csobogva mos. Az a fajta sejtelmesség, amely Karinti Némely novelláját jellemzi, azokat, amelyek a kosztolányi kísérletező korszakával is rokonok, és amelyekbe szépen beleillik mondjuk a most felfedezendő, vagy újra felfedezendő, vagy rekanonizálandó Békási. A maga párbeszédet és iszonyatosan erős hangulatot a helyből, a környezetből áradó hangulatot keverő modorával, amely olyan prózát is tud invokálni, vagy rákényszeríteni az íróra, mint magától értetődő formát, amely valahogy lebeg a vers és a hagyományos próza között. Anglia és Ausztria Magyarország között nem történt meg a hadüzenet addig a reggelig, amikor Békási elutazott. Azt mondta Maynardnak, meg kellett volna tagadnia a kölcsönt két okból is. Tudnélik, hogy egy barátját halálba küldi, és vele az ellenség erejét növeli. Maynard vehemensen tiltakozott ez ellen, mondván minden érvet felhozott, hogy rábeszélje Békásit a maradásra. A költő az nem úgy hős. A költő azzal hős, hogy kimondja azt, amit te, én, mi gondolunk. Ez az ő hősiessége, és nem a halál. Nem akart meghalni. Tehát egy csomó háború ellenes verse van. De nem is akarta a hazáját cserben hagyni. Hogyha nagyon óvatosan és nagyon finoman, úgy, hogy ne használják ki a szavaimat, és ne... Szóval, ha így akarnék beszélni, akkor azt mondanám, hogy ő mint a példája annak, minden fiatalságával, tehetségével, kivételes sorsával együtt, hogy mi az, hogy magyar patriótának lenni. Nem mások ellenére, hanem magunk mellett. És közben úgy, hogy a világban otthon vagy. Hát ő angolul is anyanyelvi szinten beszélt. De beszélt németül, franciául. Becsületes rendes kritikusok, irodalomtörténészek fognak róla írni, méltatni fogják, felmérik a súlyát. De hogyha megérint egy ma élő lelket, amely történetesen egy költőnek vagy egy írónak a lelke, akkor hazatalált. Egészen biztos vagyok abban, hogy ez nem fog elmaradni. Költő akartam lenni. Lantot kezembe venni, pengetni húrjain fennzengő hangokat, ezüst harangokat, míg bírják ujjaim. A sors megirigyelte, ma mely vihart arat, a kezemből kiverte felajzott lantomat. Kardot adott helyette, de nem lehet elölni a szent örök tüzet. Ha vakfüst folytaná, ha vész fullasztaná, új lángvillámot vet. S viszem harci zajba, a visszás vadmorajba, szikrázó lelkemet.